János Vitéz, első fejezet. Ez egy LibriVox felvétel. Minden LibriVox felvétel közkincs. További információért vagy önkéntes részvételért látogasson el a LibriVox.org címre. Felolvassa Meulinger Diana. János Vitéz, írta Petőfi Sándor. Első fejezet. Tüzesen süt le a nyári napsugára, az ég tetejéről a juhász bojtára. Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, a juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Szerelem tüze ég fiatal szívében, úgy legelteti a nyájt a falu végen. Falu végen nyája még szerte legelész, ő addig subáján a fűben heverész. Tengervirág nyílik tarkán körülötte, de ő a virágra szemét nem vetette. Egy kőhajtásnyira folyt tőle a patak, bámuló szemei oda tapadtanak. De nem ám a patak csillámló habjára, hanem a patakban egy szőke kislányra. Szőke kislánynak karcsú termetére, szép hosszú hajára, gömbölyű keblére. Kislány szoknyája térdig föl van hajtva, mivel hogy ruhákat mos a friss patakba. Kilátszik a vízből két szép térdecskéje, kukoricajancsi gyönyörűségére. Mert a pázsit fölött heverésző juhász Kukorica Jancsi, ki is lehetne más. Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, Iluska az, Jancsi szívének gyöngyháza. Szívemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája, Kukorica Jancsi így szólott hozzája. Pillancs ide, hiszen ezen a világon csak te vagy én nekem minden mulatságom. Vesd rám sugarát kökény szemeidnek, gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg. Gyere ki a partra csak egy pillanatra. Rácsókolom lelkem piros ajakadra. Tudod, Jancsi szívem, örömest kimennék, ha mosással oly igen nem sietnék. Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak. Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak. Ezeket mondott a szőke szép Iluska, s a ruhákat egyre nagy serényen mosta. De a juhász bojtár fölkej subájáról, közelebb megy hozzá, s csalogatva így szól. Gyere ki, galambom, gyere ki, gerlicém, a csókot ölelés mindjárt elvégzem én. Aztán a mostohát sincs itt a közelben, ne hadd, hogy szeretőt halálra epedjen. Kicsalta a lányt édes beszédével, átfogta derekát mind a két kezével. Megcsókolt a száját nem egyszer sem százszor, ki mindeneket tud, azt tudja csak hányszor. Vége az első fejezetnek. Második fejezet. Az idő a közben haladott sietve, a patak habjain piroslott az este. Dúlt-fult Iluskának gonosz mostohája, hol maradt, hol lehet oly soká leánya. A rossz vén mostoha ekképp gondolkodott, követték ezek a szók a gondolatot. S nem mondhatni, hogy jó kedve lejtette ki. Megnézem, mit csinál, ha henyél, jaj neki. Jaj neked, Iluska, szegény árva kisjány. Hátad mögött van már a dühös boszorkány. Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul, s így módon riasz föl szerelem álmából. Becstelen teremtés, gyalázatos pára! Ilyet mersz-e tenni világnak csúfjára? Lopod a napot, és istentelenked el. Nézze meg az ember, hogy tüstént vigyen el. Hanem most már elég, hallja ekent, anyjuk. Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk. Úgy merje Kendilust egy szóval bántani, hogy kihullanak még meglévő fogai. Reszkető kedvese védelmezésére ekép fakadt ki a nyáj bátor őrzője. Azután haragos szemmel fenyegetve az elmondottakhoz e szavakat tette. Ha nem akarja, hogy felgyújtsam a házát, meg ne illesse Kend ezt a szegény árvát. Úgy is töri magát, dolgozik eleget, és mégsem kap száraz kenyérnél egyebet. Most eredj, Iluskám, megvan még a nyelved, hogy elpanaszolt, ha rosszul bánik veled. S Kent ne akadjon fönn azon, mit más csinál, hisz Kent sem volt jobb a Deák névásznánál. Kukorica Jancsi fölkapta subáját, sebes léptekkel ment keresni nyáját. Nagy megszeppenése most vette csak észre, hogy imittam ott van egy-kettő belőle. Vége a második fejezetnek. Harmadik fejezet. A nap akkor már a földet érintette, mikor Jancsi a nyájt félig összeszedte. Nem tudja, hol lett annak másik fele, tolvaja vagy farkas, ami elment vele.
Akárhova lett az, csak hogy már oda van. Búsuláskeresés, minden haszontalan. Most hát mihez fogjon? Neki számba magát, hazafelé hajtja a megmaradt falkát. Majd lesz neked, Jancsi, na hiszen lesz neked. Szomorúan kullagva gondolta ezeket. Gazduramnak úgyis rossz a csillagzatja. Hát még, de legyen meg Isten akaratja. Ezt gondolta, többet nem is gondolhatott, mert ekkora nyájjal elérte a kaput. Kapu előtt állt az indulatos gazda, szokás szerint a nyájt olvasni akarta. Sose olvassa bizaszt kelmet, gazduram. Mit agadás benne, igen nagy híja van. Szánom, bánom, de már nem tehetek róla. Kukorica Jancsi ezt a vakat szólta. Gazdája meg ezt a feleletet adta, s megkapta bajszát, és egyet pödrött rajta. Ne bolondozz, Jancsi, a tréfát nem értem. Amíg jól van dolgod, föl ne gerjezd mérgem. Kisült, hogy korán sem tréfaság a beszéd, Jancsi gazdájának majd elvette eszét. Jancsi gazdája bőg, mint aki megbőszült. Vasvillát, vasvillát, hadd szúrjam keresztül! Jaj, a zsivány, jaj, az akasztani való, hogy ássa ki mind a két szemét a holló! Ezért tartottalak, ezért etettelek? Soha se került ki a hóhér kötelet. Elpusztulj előlem, többé ne lássalak! Jancsi gazdájából így dőltek a szavak. Fölkapott hirtelen egy petrencés rudat, a petrencés ruddal Jancsi után szaladt. Kukorica Jancsi elfutott előle, de korán sem azért, mintha talán félne. Markos gyerek volt ő, 20 legényen kitett, noha nem érte meg még 20-szor a telet. Csak azért futott, mert világosan látta, hogy méltán haragszik oly nagyon gazdája. S ha ütlegre kerül a sor, azt verje, ki félig apja volt, s ki őt fölnevelte. Futott, míg a szuszból gazdája kifagyott, azután ballagott, megállt, meg ballagott jobbra is, balra is, s mindevel mit akar? Nem tudta, mert nagy volt fejében a zavar. Vége a 3. fejezetnek. 4. fejezet. Mikorra a patak vize tükörré lett, melybe 1000 csillag ragyogása nézett, Jancsi Iluskáék kertje alatt vala. Magán sem tudta, hogy miképp jutott oda. Megállt, elővette kedves furujáját, kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját. A harmat, melyekkor ellepett fűt bokrot, tán a szánakozó csillagok könnye volt. Iluska már aludt. A pitvar eleje volt nyár idejében rendes fekvőhelye. Fekvőhelyéről a jól ismert nótára fölkelt, lesietett Jancsi látására. Jancsinak látása nem esett kedvére, mert megijedt tőle, s íszót csalt nyelvére. Jancsi lelkem, mi lelt? Miért vagy oly halovány, mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán? Hely, Iluskám, hogy ne volnék én halovány, mikor szép orcádat utolszor látom tán? Jancsikám, látásod úgy is megrémített. Hagyd el az Istenért az ilyen beszédet. Utószor látlak én szívem szép tavasza, utószor szólt innen furuján panasza. Utószor ölellek, utószor csókollak, örökre elmegyek, örökre itt hagylak. Most a boldogtalan mindent elbeszéle, ráborult zokogó kedvese keblére. Ráborult, ölelte, de képpel elfordult. Ne lássa a leány, hogy könnye kicsordult. Most hát szép Iluskám, most hát édes rózsám, az Isten áldjon meg, gondolj néha rám. Ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve, bujdosó szeretőd jusson majd eszedbe. Most hát, Jancsi lelkem, eredj, ha menned kell. A jó Isten legyen minden lépéseddel. Ha látsz tört virágot út közepre vetve, hervadó szeretőd jusson majd eszedbe. Elváltak egymástól, mint ágtól a levél, mindkettejük szíved lett puszta, hideg tél. Könnyeit Iluska hullatta nagy számmal, Jancsi letörölte ingebő ujjával. Indult. Nem nézte egy szemmel sem, hol az út. Neki úgy is mindegy volt, akárhova jut. Fütyörésztek pásztor gyermekek mellette, kolompolt a gulya. Ő észre sem vette. A falu messzire volt már háta megett. Nem látta lobogni a pásztor tüzeket.
mikor utoljára megállt, s visszanézett. A torony bámult rá, mint sötét kísértet. Ha ekkor mellette lett volna valaki, hallotta volna őt nagyot sóhajtani. A levegőeget daruk hasították, magasan röpültek, azok sem hallották. Ballagott, ballagott a halk éjszakában, csak nehéz subája suhogott nyakában. Ő ugyan subáját gondolta nehéznek, pedig a szíve volt oly nehéz szegénynek. Vége a negyedik fejezetnek. János Vitéz, 5. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Mallinger Diana. János Vitéz, írta Petőfi Sándor. 5. fejezet. Mikor a nap fölkelt, s a holdot elküldte, a puszta, mint tenger feküdt körülötte. A nap fölkeltétől a nap enyésztéig egyenes rónaság nyújtózkodott végig. Nem volt virág, nem volt fa, nem volt bokorot. A harmat apró gyérfüveken csillogott. Oldalvást a napnak első sugarára fölpiroslott egy tó, környékezte káka. A tónak szélénél a káka közepett, egy hosszú nyakú gém eledelt keresett. És a tó közepén gyors halászmadarak hosszú szárnyaikkal le, s fölszállongtanak. Jancsi csak ballagott sötét árnyékával, s elméjének sötét gondolkozásával. Az egész pusztában széjjel sütött a nap, de az ő szívében éjjekéje maradt. Mikor a nap elért az ég tetejére, eszébe jutott, hogy falatozni kéne. Tennap ilyen tájban evett utoljára, meg alig is bírta már lankadó lába. Letelepült, elővette tarisznyáját, megette maradék kevés szalonnáját. Nézte őt a kék ég, a fényes nap, alább ragyogó szemével a tündér déli báb. A kis ebéd neki jó ízűen esett, megszomjazott rá, a tóhoz közeledett. Kalapjának belemárták a rimáját, eképen hitette égő szomjúságát. A tónak partjáról nem távozott messze, az álom szemének pilláját ellepte. Vakondoktúrásra bocsátotta fejét, hogy visszanyerhesse elfogyott erejét. Az álom őt odavitte, ahonnan jött. Iluskája pihent hű karjai között. Mikor a kislány csókolni akarta, hatalmas mennydörgés álmát elzavarta. Szétnézett a puszta hosszában, széltében, nagy égi háború volt keletkezőben. Oly hamar támadott az égi háború, mély hamar Jancsinak sorsa lett szomorú. A világ sötétbe öltözködött vala, szörnyen zengett az ég, hult az Isten nyila. Végtére megnyílt a felhők csatornája, s a tóvize sűrű buborékot hánya. Jó hosszú botjára Jancsi támaszkodott, lekonyította a karimás kalapot. Nagyszőrű subáját meg kifordította, úgy tekintett bele a vad szivatarba. De a vihar, ami hamar keletkezett, oly hamar is hagyta el megint az eget. Megindult a felhő könnyű szélnek szárnyán, ragyogott keleten a tarka szivárvány. Subájáról Jancsi lerázta a vizet, miután lerázta, újra útnak eredt. Mikor a nap leszállt pihenni ágyába, Kukorica Jancsit még vitte két lába. Vitte őt két lába erdő közepébe, sűrű zöld erdőnek sötét közepébe. Ott őt köszöntötte holló károgása, mely éppen egy esett vadnak szemét ásta. Sem erdő, sem holló őt nem háborgatván, Kukorica Jancsi ment a maga útján. Erdő közepében sötétös fényére leküldte világát a hold sárga fénye. Vége az 5. fejezetnek. 6. fejezet. Az időjárása éjfél lehetett már, mikor szemébe tűnt egy pislogó sugár. Amint közelebb ért, látta, hogy ez a fény ablakból világít az erdő legmélyén. Jancsi a látványra ekép okoskodék, ez a világ alig ha csárdában nem ég. Bizonyára úgy lesz, hála jó Istennek, bemegyek az éjre, benne megpihenek. Csalatkozott Jancsi, mert az nem volt csárda,
hanem volt 12 zsiványnak tanyája. Nem állott üresen a ház, a zsiványok mind a 12-en odabenn valának. Éjszaka, zsiványok, csákányok, pisztolyok. Ha jól megfontoljuk, ez nem tréfa dolog. De az én Jancsimnak helyén állt a szíve, azért is közéjük nagy bátran belépe. Adjon az Úristen szerencsés jó estét, mondott nekik Jancsi ilyen megköszöntést. Erre a zsiványok fegyverhez kapának, Jancsinak rohannak, s szólt a kapitányok. Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te, hogy lábadat mered tennie küszöbre? Vannak-e szüleid, van-e feleséged? Akármit van, nem fog többé látni téged. Jancsinak sem szíve nem vert sebesebben e szókra, sem nem lett haloványabb színben. A zsiványkapitány fenyegetésére meg nem ilyet hangon így módon felele. Akinek életét van miért félteni, ha e tájt elkerülék, nagyon bölcsen teszi. Nekem nem kedves az élet, hát közétek, bárkik vagytok, egész bátorsággal lépek. Azért, ha úgy tetszik, hagyjatok életben, hagyjatok az éjjel itten megpihennem. Ha nem akarjátok ezt, müssetek agyon, hitvány életemet védeni nem fogom. Ezt mondta, nyugodtan a jövendőt várva, a 12 zsivány csodálkozására. A kapitány ilyen szókat váltott véle. Egyet mondok, öcsém, kettő lesz belőle. Te deréklegény vagy, azt a bátor szented, téged az isteni zsiványnak teremtett. Életed megveted, a halált nem féled, te kell lesz nekünk, kezet csapunk véled. Rablás, fosztogatás, ölés, nekünk tréfa, a derék tréfának díja gazdag préda. Ez a hordó ezüst, ez meg arany, látod? Nos, hát elfogadod a cimboraságot? Furcsa dolgok jártak Jancsi elméjében, s tettetett jókedvel szólt ilyeténképpen. Cimborátok vagyok, itt a kezem rája, rút életemnek ez a legszebb órája. No, hogy még szebb legyen, felelt a kapitány, lássunk, embereim, az áldomás után. Papok pincéből van jó borunk elég, nézzük meg a kancsók mélységes fenekét. S a kancsók mélységes fenekére néztek, s lett eltemetése fejükben az észnek. Maga volt csak Jancsi, ki mértéket tartott, kínálgatták, de ő aprókat kortyantott. Álmot hozott a borlatrok pillájára. Jancsinak sem kellett több, de ő csak ezt várta. Mikor a zsiványok jobbra-balra dőltek, Jancsi a beszédet így formán kezdé meg. Jó éjszakát, nem kelt föl titeket sem más, majd csak az ítéletnapi trombitálás. Élete gyertyáját soknak eloltátok, küldök én örökös éjszakát reátok. Most a kincses kádhoz megtöltöm tarisznyám, hazaviszem neked szerelmes iluskám. Tudar mostohádnak nem lész többé rabja, feleségül veszlek, Isten is akarja. Házat építetek a falu közepén, ékes menyecskének oda vezetlek én. Ottan éldegélünk mi ketten boldogan, mint Ádám és Éva a paradicsomban. Istenem teremtőm, mit beszélek én itt? Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit? Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak, s én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag? Hozzájuk sem nyúlok, azt én nem tehetem, nincs elromolva a lelkiismeretem. Édes szép iluskám, csak visel terhedet, bízd a jó Istenre árva életedet. Mikor elvégezte Jancsi a beszédet, az égő gyertyával a házból kilépett. Meggyújtá födelét mind a négy szögleten, elharapózott a mérges láng sebesen. Egy láng lett a födél szempillantás alatt, a láng piros nyelve az ég felé szaladt. Feketévé vált a tiszta kék égi bolt, elhaloványodott a teljes fényű hold. A szokatlan világ, ami elterjedett, fölriasztotta a baggyat, bőregeret. Kiterjesztett szárnyak sebes suhogása a falombozatok nyugalmát fölrázta. A föltámadó nap legelső sugára lesütött a háznak füstölgő romjára. Pusztult ablakán át benézett a házba, ott a haramjáknak csontvázait látta. Vége a 6. fejezetnek. 7. fejezet. Jancsi már 7 országon túljára, nem is igen gondolt a zsiványtanyára. Egyszerre valami csillámlott előtte. Hát sugarát a nap fegyverek lelőtte. Katonák jövének gyönyörű huszárok, a napfénye ezek fegyverén csillámlott. Alattok a lovak tomboltak, prüsszögtek, kényesen rázták szép sörényes fejüket.
Mikor őket Jancsi közeledni látta, alig fért meg szíve a bal oldalába, mert így gondolkodott, ha befogadnának, beörömes mennék én is katonának. Amint a katonák közelébe értek, így szavát hallotta Jancsi a vezérnek. Vigyázz, földi, bizony rálépsz a fejedre. Mi ördögért vagy úgy a búnak eredve? Jancsi pedig szólott fohászkodva nagyot. Én a kerekvilág bújdosója vagyok. Ha kegyelmetekkel egy sorba lehetnék, a ragyogó nappal farkas szemet néznék. Szólt megint a vezér. Jól meggondolt, földi? Nem mulatni megyünk, megyünk öldökölni. Rárontott a török a francia népre. Franciáknak megyünk mi segedelmére. Hát hisz akkor én meg még jobban szeretném, ha magamat lóra nyerekbe vethetném. Mert ha én nem ölök, engem öl meg a bú. Nagyon kíván dolog nekem a háború. Igaz, hogy eddig csak szamarat ismértem, mivel hogy juhászság volt a mesterségem. De magyar vagyok, s magyar lóra termett. Magyarnak teremt az Isten lovat, nyerget. Sokat mondott Jancsi megerett nyelvével, de még többet mondott sugárzó szemével. Nagyon természetes hát, hogy a vezérnek megtetszett, s be is vette közlegénynek. Cifrabeszéd kéne azt elősorolni, a vörös nadrágban mit érezett Jancsi. Mit érezett, mikor a mentét fölkapta, s villogó kardját a napnak megmutatta. Csillagokat rúgott Szilaj paripája, mikor Jancsi magát fölvetette rája. De ő keményen ült rajta, mint a cövek, a földindulás sem rázhatta volna meg. Bámulói lettek katonapajtási, nem győzték szépségét, erejét csodálni. S amerre mentek, s beszállásozának, induláskor gyakran sírtak a leányok. Jányokra nézve, ami Jancsit illeti, egyetlen egy leány sem tetszett ő neki. Az igaz, hogy noha sok földet bejára, sehol sem akadt ő Iruska párjára. Vége a 7. fejezetnek. János Vitéz, 8. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Mallinger Diana. János Vitéz, írta Petőfi Sándor. 8. fejezet. Nos, hát ment a sereg, csak mendegélt, Tatárországnak már elérte közepét. De itten reája nagy veszedelem várt. Látott érkezni sok kutyafejű tatárt. Kutyafejű tatár népek fejedelme a magyar sereget ekképp idvezelte. Hogy miképp mertek ti szembeszállni vélünk? Tudjátok-e, hogy mi emberhússal élünk? Nagy volt ijegysége szegény magyaroknak, mert hogy a tatárok ezer annyin voltak. Jó, hogy akkor azon a vidéken jár a Szerecsen országnak jó szívű királya. Ez a magyaroknak mindjárt pártját fogta, mert Magyarországot egyszer beutazta. S ekkor Magyarország jámbor lelkű népe igen becsületes módon bánt ő véle. El sem feledte ezt a Szerecsen király, azért a magyarok védelmére kiáll, s a tatár császárral, kivel jó barát volt, kiengesztelésül így szavakat váltott. Kedves jó barátom, ne bánsd a sereget, legkisebbet sem fog ez ártani neked. Igen jól ismerem én a magyar népet, kedvemért bocsásd át országodon őket. A kedvedért, pajtás, hát csak már megteszem, szólt kibékülve a tatár fejedelem. De még meg is írta az úti levelet, hogy senki se bántsa a magyar sereget. Az igaz, hogy nem is lett semmi bántása, de mégis örült, hogy elért a határa. Hogy ne örült volna, ez a szegény vidék egyebet se terem, medvehúst meg fügét. Vége a 8. fejezetnek. 9. fejezet. Tatárország hegyes völgyes tartománya messziről nézett a seregnek utána. Mert jól bent valamár nagy talján országban, rozmarinfa erdők sötét árnyékában. Itt semmi különös nem történt népünkkel, csak hogy küszködnie kellett a hideggel. Mert talján országban örökös tél vagyon, mentek katonáink csupa havon, fagyon. No de a magyarság erős természete, bármi nagy hideg volt, meg birkózott vele. Aztán meg, ha fáztak, hát kapták magukat, leszálltak, sátokra vették a lovokat. Vége a 9. fejezetnek. 10. fejezet.
Ekképpen jutottak át Lengyelországba, lengyelek földéről pedig Indiába. Franciaország és India határos, de köztük az út nem nagyon mulatságos. India közepén még csak dombok vannak, de aztán a dombok mindig magasabbak. És mikor a két ország határát elérik, már akkora hegyek fölnyúlnak az égig. Tudnivaló, hogy itt a sereg izzadott, le is hányt magáról dolmányt, nyakravalót. Hogyne az Istenért, a napfejük felett valami egy óra járásra lehetett. Enni nem ettek mást, mint levegőeget. Ez olyan sűrű ott, hogy harapni lehet. Hanem még italhoz is furcsán jutottak, ha szomjaztak, vizet felhőből facsartak. Elérték végtére tetejét a hegynek, itt már oly meleg volt, hogy csak éjjel mentek. Lassacskán mehettek, nagy akadály volt ott, hát a csillagokban a ló megbotlott. Amint ballagtak a csillagok közepett, Kukorica Jancsi ekép elmélkedett. Azt mondják, ahányszor egy csillag leszalad, a földön egy ember élete megszakad. Ezer a szerencsét, te gonosz mostoha, hogy nem tudom, melyik kinek a csillaga. Nem kínzanád tovább az én galambomat, mert lehajítanám mostan csillagodat. Eztán nem sokára lejtősen haladtak, alacsonyodtak már a hegyek alattok. A szörnyű forróság szinte szűnni kezdett, mentül beljebb érték a francia földet. Vége a 10. fejezetnek. 11. fejezet. A franciák földje gyönyörű tartomány, egész paradicsom, egész kis Kánaán. Azért is vásat rá a törökök foga, pusztító szándékkal azért törtek oda. Mikor a magyarság beért az országba, a törökök ott már raboltak javába. Kirabolták a sok gazdag templom kincsét, és üresen hagytak minden boros pincét. Látni lehetett sok égő város lángját, kivel szemközt jöttek, azt kardjukra hányták. Magát a királyt is kiűzték várából, s megfosztották kedves egyetlen jányától. Itt találta népünk a francia királyt, széles országában föl, s le bújdosva járt. Amint őt meglátták a magyar huszárok, sorsán szánakozó könnyet hullatának. A bújdosó király így szókat hallatott. Ugye, barátim, hogy keserves állapot? Kincsem vetélkedett Darius kincsével, és most küszködnöm kell a legnagyobb ínséggel. A vezér azt mondá vigasztalására: ne búsulj, franciák fölséges királya! Megtáncoltatjuk mi ezt a gonosz népet, ki így méltatlanul mert bánni te véled. Ezé jelen által kipihenjük magunk, mert hosszú volt az út, kissé elfáradtunk. De holnap azután mihelyt föl kell a nap, visszafoglaljuk mi veszett országodat. Hát szegény leányom, hát édes leányom, jajdult fel a király, őtet hol találom? Elrabolta tőlem törökök vezére, aki visszahozza, számolhat kezére. Nagy buzdítás volt ez a magyar seregnek, minden ember szívét reménység szállta meg. Ez volt mindenkinek fejében föltéve: vagy visszakerítem, vagy meghalok érte. Kukorica Jancsitán egymaga volt csak, meg nem hallója az elmondott dolognak. Jancsinak az esze más egyeben jára. Visszaemlékezett szép Iluskájára. Vége a 11. fejezetnek. 12. fejezet. Másnap reggel a nap szokás szerint fölkelt, de nem lát és nem hall olyat, mint reggel, mint amelyet hallott, mint amelyet látott, mindjárt, mihelyest a föld szélére hágott. Megszólalt a sereg harsány trombitája, minden legény talpon termett szózatára. Jól kiköszörülték acélszabjáikat, azután nyergelték gyorsan a lovakat. A király erőnek erejével rajt volt, hogy ő is elmegy, s a többiekkel harcol, hanem a huszárok bölcsesű vezére a királyhoz ilyen tanácsot intéze: nem, kegyelmes király, csak maradj te hátra, a te karjaid már gyöngék a csatára. Tudom, meghagyta az idő bátorságod, de mi haszna, hogyha erőd vele szállott. Bízd az Isten után, mi ránk ügyedett. Fogadást teszünk, hogy mire a nap lemegy, országodból tova űzzük ellenséged, s elfoglalhat újra a királyi széket. Erre a magyarság lóra kerekedett, s keresni indult a rabló törököket.
Nem soká kereste, mindjárt rájuk akadt, s egy követ által izent nekik hadat. Visszajött a követ, harsog a trombita, rémséges zúgással kezdődik a csata. A célak csengése, torkok kurjantása volt a magyaroknál harci jeladása. A sarkantyút vágták lovak oldalába, dobogott a földön lovak patkós lába. Vagytán a földnek dobbant meg a szíve, e vészt jövendölő zajra megijedve. Törökök vezére hét lófarkú basa, ötakós hordónak elég volt a hasa. A sok boritaltól piroslik az orra, azt hinné az ember, hogy érett uborka. A török csapatnak nagy hasú vezére rendbe szedte népét a harcnak jelére. A rendbe szedett nép ugyancsak megállott, amint megrohanták a magyar huszárok. De nem volt gyerekség ez a megrohanás, lett is nem sokára szörnyű rendzavarás. Izzadott a török véres verítéket, tőle a zöld mező vörös tengerré lett. Hely csinálom adta, meleg egy nap volt ez, hegyé emelkedett már a török holtest. De a basa még élmenykő nagy hasával, s Kukorica Jancsit célozza vasával. Kukorica Jancsi nem veszi tréfának, s íszóval megy neki a török basának. Atyafi, te úgyis sok vagy egy legénynek, megállj, én majd kettőt csinálok belőled. S aként cselekedett, amint megfogadta, szegény török basát ketté hasította. Jobbra-balra hullott izzadó lováról, így múlt ki őkelme ebből a világból. Mikor ezt látta a gyáva török sereg, utcu hátat fordít, és futásnak ered. Futott, s tán mostanáig is futna, hogyha a huszárok el nem érték volna. De bezzeg elérték, le is kaszabolták, hullottak a fejek előttük, mint a mák. Egyetlen egy nyargal még lóhalálba, ennek Kukorica Jancsi ment nyomába. Hát a török basa fia vágtatott ott, ölében valami fehér féle látszott. A fehérség volt a francia királyány, nem tudott magáról semmit, elájulván. Soká nyargalt Jancsi, amíg utolérte. Megállj a hitedet, kiáltott feléje. Állj meg, vagy a testeden mindjárt nyitok kaput, melyen által hitvány lelked pokolba fut. De a basa fia meg nem állott volna, ha a ló alatta össze nem omolna. Összeomlott, ki is fújta ott páráját, basa fia ilyen szóra nyitá száját. Kegyelem, kegyelem, nemes lelkű vitéz! Ha semmi másra nem, ifjúságomra néz. Ifjú vagyok még, az életet szeretem. Vedd el mindenemet, csak hagyd meg életem. Tartsd meg mindenedet, gyáva élhetetlen, kezem által halni vagy te érdemetlen. Hordd el magad innen, vidd hírül hazádnak, haramja fiaív, hogy is miképp jártak. Leszállott lováról királyányhoz lépe, és beletekint egy gyönyörű szemébe, melyet a királylány éppen most nyit aki, mielatt íszókat mondanak ajaki. Kedves szabadítom, nem kérdezem, ki vagy, csak annyit mondok, hogy hálám irántad nagy. Háladatosságból én mindent megteszek, hogyha kedvet tartja, feleséged leszek. Jancsi ereiben nem folyt vízvér helyett, szívében hatalmas tusa keletkezett. De lecsillapítá szíve nagy tusáját, emlékezetébe hozván Iluskáját. Nyájas Dadon így szólt a szép királyányhoz. Menjünk, rózsám, elébb az édesatyádhoz. Ott majd közelebbről vizsgáljuk a dolgot. S ló előtt a jánnyal lassacskán ballagott. Vége a 12. fejezetnek. János Vitéz, 13. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Meilinger Diana. János Vitéz, írta Petőfi Sándor. 13. fejezet. Kukorica Jancsi meg a királylány csatahelyre értek a nap alkonyatán. A leáldozó nap utolsó sugára vörös szemmel nézett a sirálmas tájra. Nem látott egyebet, csak a véres halált, s holló sereget, mely a halottakra szállt. Nem igen telt benne nagy gyönyörűsége, le is ereszkedett tenger mélységébe. A csatahely mellett volt egy jókora tó, tiszta szőke vizet magába foglaló. De piros volt az most, mert a magyar sereg törökvértől magát vizében mosta meg. Miután megmosdott az egész legénység, a francia királyt várába kísérték. A csatamezőtől az nem messzire állt,
ide kísérték hát a francia királyt. Alig, hogy bevonult a várba a sereg, Kukorica Jancsi szinte megérkezett. Olyan volt mellette az ékes királyány, mint felhő mellett a tündöklő szivárvány. Hogy az öreg király leányát meglátta, reszkető örömmel borult a nyakába, és csak azután mondta a következőket, mikor a jány ajkán tőle sok csók égett. Most már örömömnek nincsen semmi híja. Szaladjon valaki, s a szakácsot híja. Készítsen, ami jó, mindent vacsorára, az én győzedelmes vitézim számára. Király uram, nem kell hinni a szakácsot. A király mellett egy hang ekép rikácsolt. Elkészítettem már mindent hamarjában. Föl is van tálalva a szomszéd szobában. A szakács szavai kedvesen hangzottak füleiben a jó magyar huszároknak. Nemigen sokáig hivatták magukat, körülülték a megterhelt asztalokat. Amíg kegyetlenül bántak a törökkel, csak úgy bántak ők most a jó étkekkel. Nem is csoda bizaz, mert megéhezének a nagy öldöklésben a derék vitézek. Járta már a kancsó Isten igazába, ekkor a királynak így szó jött szájába. Figyelmezzetek rám, ti nemes vitézek, mert nagy fontosságú, amit majd beszélek. És a magyar huszárok mind figyelmezének. Fölfogni értelmét király beszédének. Aki egyet ivott, azután köhentett, s végre így szavakkal törte meg a csendet. Mindenek előtt is mondd meg a nevedet, bátor vitéz, kiányom megmentetted. Kukorica Jancsi becsületes nevem. Egy kicsit parasztos, de én nem szégyenlem. Kukorica Jancsi ekképp felele, azután a király így szót váltott vele. Én a te nevedet másnak keresztelem, mától fogva neved János vitéz legyen. Derék János vitéz, halld most beszédemet, mert hogy megmentetted kedves gyermekemet. Vedd el feleségül, legyen ő a tied, és vele foglald el királyi székemet. A királyi széken én sokáig ültem, rajta megvénültem, rajta megőszültem. Nehezek nekem már a királyi gondok, annak okáért én azokról lemondok. Homlokodra teszem a fényes koronámért nem is kívánok mást, csak hogy a várban egy szobát rendelj nékem, melyben hátralevő napjaimat éljem. A király szavai ím ezek valának, nagy csodálkozással hallák a huszárok. János vitéz pedig egy szíves beszédet, alázatos hangon ekép köszöné meg. Köszönöm szépen a kelmed jó karatját, amely rám nézve nem érdemlet jóság. Egyszer s mind azt is ki kell nyilatkoztatnom, hogy én a jóságot el nem fogadhatom. Hosszú históriát kéne elbeszélnem, miért a jósággal lehetetlen élnem. De attól tartok, hogy megunnák kelmetek, s én másnak terhére lenni nem szeretek. De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk bizaszt, hiába valóság, ami téged aggaszt. Így biztatta őt a jó francia király, s János vitéz beszélt, amint itt írva áll. Vége a 13. fejezetnek. 14. fejezet. Hogy is kezdjem csak hát? Mindennek előtte, hogyan is tettem szert a kukorica névre? Kukorica között találtak engemet, úgy ruházták rám a kukorica nevet. Egy gazdaember jó lelkű felesége, amint ő nekem ezt sokszor elmesélte, egyszer kinézett a kukorica földre, s ott egy barázdában lelt engem heverve. Szörnyen sikítottam. Sorsomat megszánta, nem hagyott a földön, felvett a karjára. És hazafelé ezt gondolta mentiben. Fölnevelem szegényt, hisz úgy sincs gyermekem. Ha nem voltám neki haragos vad férje, akinek én sehogy sem voltam ínyére. Hely, amikor engem az ottan meglátott, ugyancsak járták a cifra káromlások. Engesztelte a jó asszony így szavakkal. Hagyjon kent föl, apjok, azzal a haraggal, hiszen ott kint csak nem hagyhattam vesztére. Tarthatnék-e számot Isten kegyelmére? Aztán nem lesz ez a háznál haszontalan, kednek gazdasága, ökre és juha van. Ha felcsuporodik a kis Isten adta, nem kell kednek bérest, juhást fogadnia. Valahogy-valahogy csak ugyan engedett, de azért rám soha jó szemet nem vetett. Hogyha nem ment a dolgom maga rendiben, meg-meg husángolt ujjam úgy istenesen. Munka s ütlek között ekép nevelkedtem, részesültem nagyon kevés örömekben. Az egész örömem csak annyiból állott, hogy a faluban egy szép kis szőkejány volt. Ennek édesanyja jókora síré lett, édesapja pedig vett más feleséget.
hanem az apja is elhalt nem sokára. Így jutott egyedül mostoha anyjára. Ez a kis leányzó volt az én örömem, az egyetlen rózsa tüskés életemen. Be tudtam is őt szeretni, csodálni. Úgy hittak minket, hogy a falu árvái. Már gyerekkoromban, hogyha őt láthattam, egy turós lepényért látását nem adtam. Örültem is, mikor a vasárnap eljött, és vele játszhattam a gyerekek között. Hát mikor még aztán sihederré lettem, s izegni, mozogni elkezdett a szívem. Csak úgy is voltam ám, mikor megcsókoltam, hogy a világ összedőlhetett miattam. Sokszor megbántott a gonosz mostohája. Isten neki azt soha meg ne bocsássa. És ki tudja még, mit el nem követ rajta, ha fenyegetésem zabolán nem tartja. Magamnak is ugyan kutyául lett dolga, belefektettük a jó asszonyt a sírba. Aki engem talált, és aki mondhatom, mint tulajdonanyám, úgy viselte gondom. Kemény az én szívem, teljes életemben nem sokszor esett meg, hogy könnyet ejtettem. De nevelőanyám sírjának halmára hullottak könnyeim zápornak módjára. Iluska is, az a szép kis szőke leány, nem tettetett búból fakadt sírva halmán. Hogyne, az Istenben boldogult jó lélek kedvezett, amiben lehetett szegénynek. Nem egyszer mondta, hogy várakozzatok csak, én még benneteket összeházasítlak. Olyan pár válik is ám ti belőletek, hogy még, várjatok csak, várjatok, gyerekek. Hát hiszen vártunk is egyre keservesen, meg is tette volna, hiszem az egy Istent. Mert szavának állott ő minden időbe, ha el nem szállt volna a föld mélységébe. Azután hát aztán, hogy meghalálozott, a mi reménységünk végképp megszakadott. Mindazonáltal a reménytelenségbe úgy szerettük egymást, mint annak előtte. De az Úristennek más volt a karatja, szívünknek ezt a bús örömet sem hagyta. Egyszer én valahogy nyájam elszalasztám, annak következtén elcsapott a gazdám. Búcsút mondtam az én édes Iluskámnak, keserű érzéssel mentem a világnak. Bújdosva jártam a világot széltére, még nem katonának csaptam föl végtére. Nem mondtam én neki, az én Iluskámnak, hogy ne adja szívét soha senki másnak. Ő sem mondta nekem, hogy hűséges legyek, tudtuk, hogy hűségünk úgysem szegjük mi meg. Azért, szép királyány, ne tarts rám számot, mert ha én nem bírhatom kedves Iluskámat, nem is fogok bírni senkit a világon, ha elfelejtkezik is rólam halálom. Vége a 14. fejezetnek. 15. fejezet. János Vitéz ekképp végzi történetét, nem hagyta hidegen a hallgatók szívét. A királyány arcát most a könyhullatás, melynek kútfeje volt bánat s szánakozás. A király e szókat intézte hozzája. Nem erőltetlek hát, fiam, házasságra, hanem amit nyújtok hálámnak fejében, elfogadását nem tagadod meg tőlem. Erre kinyitotta a kincstárát a király, parancsolatjára egy legény előáll, s aranyjal tölti meg a legnagyobb zsákot. János ennyi kincset még csak nem is látott. Nos hát, János Vitéz, jányom megmentője, beszélt a király, ez legyen tetted bére. Vidd el minden estül ezt a teli zsákot, és boldogítsd vele magad, s mátkádat. Tartóztatnálak, de tudom, nem maradnál. Kívánkozol lenni, már is galambodnál. Eredj hát, hanem társid maradjanak, éljenek itt néhány mulatságos napnak. Úgy volt bizaz, amint mondotta a király, János Vitéz kívánt lenni galambjánál. Búcsúzott a királyánytól érzékenyül, aztán a tengerhez ment, és gályára ült. A király s a sereg elkísérte oda. Tőlük sok szerencsés jó utat hallhatta. S szemeikkel néztek mindaddig utána, míg a nagy messzeség ködöt nem vont rája. Vége a 15. fejezetnek. János Vitéz, 16. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Meilinger Diana. János Vitéz, írta Petőfi Sándor. 16. fejezet. Ment János Vitézzel a megindult gája, szélbe kapaszkodott széles vitorlája. De sebesebben ment János gondolatja, útjában semmi sem akadályozhatta. János gondolatja ilyen forma vala. Hely, Iluskám, lelkem szépséges angyala! Sejted-e mostan, milyen öröm vár rád, hogy hazatart kincsel bővelkedő mátkád?
Hazatartok én, hogy végre valahára, sok küszködés után legyünk egymás párja. Egymás párja leszünk, boldogok, gazdagok, senki fiára is többé nem szorulok. Gazd uram ugyan nem legszebben bánt velem, hanem én őneki mindazt elengedem. S igazság szerint ő ok a szerencsémnek, meg is jutalmazom, mihelyt hazaérek. Ezt gondolta János, s több ízben gondolta, mi alatt a gálya ment sebes haladva. De jó messze volt még szép Magyarországtól, mert Franciaország esik tőle távol. Egyszer János vitéz a hajófödélen, sétált föl s alá az est szürkületében. A kormányos ekép szólt legényeihez. Piros az ég alja, alig ha szél nem lesz. Hanem János vitéz nem figyelt a szóra. Feje fölött repült egy nagy sereg gólya. Őszre járt az idő, ezek a madarak bizonyosan szülőföldéről szálltanak. Szelíd epedéssel tekintett utánok, mintha azok neki jó hírt mondanának. Jó hírt Iluskáról, szép Iluskájáról, s oly régen nem látott kedves hazájáról. Vége a 16. fejezetnek. 17. fejezet. Másnap, amint az ég alja jövendölte, csak ugyan szél támadt, mégpedig nem gyönge. Zokogott a tengerhánykodó hulláma a zugó fergetek korbácsolására. Volt a hajó népe nagy megijedésben, amint szokott lenni olyan vad szélvészben. Hiába volt minden erő megfeszítés, nem látszott sehonnan érkezni menekvés. Sötét felhő is jön, a világ elborul, egyszerre megdördül az égi háború. Villámok cikáznak, hullnak szanaszerte, egy villám a hajót ízről porrá törte. Látszik a hajónak diribje darabja, a holtesteket a tenger elsodorja. Hát János vitéznek milyen tén sors jutott, őt is elsodorták a lelketlen habok. Helybiz a haláltól ő sem volt már messze, de mentőkezét az ég kiterjesztette, és csodálatos módon szabadította meg, hogy koporsója a habok ne legyenek. Ragadta őt a víz magasra, magasra, hogy tetejét érte már a felhő rojtja. Ekkor János vitéz nagy hirtelenséggel megkapta a felhőt mind a két kezével. Belekapaszkodott, el sem szalasztotta, és nagy erőlködéssel addig függött rajta, míg nem a felhő a tengerparthoz ére, itten rálépett egy szikla tetejére. Először is hálát adott az Istennek, hogy életét eképp szabadította meg. Nem gondolt vele, hogy kincsét elvesztette, csak hogy el nem veszett a kincsel élete. Azután a szikla tetején szétnézett, nem látott más, csupán egy griffmadárfészket. A griffmadár éppen fiait etette. Jánosnak valami jutott az eszébe. Oda lopózkodott a fészekhez lassan, és a griffmadárra hirtelen rápattan. Oldalába vágja hegyes sarkantyúját, s furcsa paripája hegyenvölgyön túlszállt. Hányta volna le a madár nyakra főre, lehányta volnám, ha bírt volna véle. Csak hogy János vitéz nem engedte magát, jól átszorította derekát és nyakát. Ment, tudja az Isten hány országon keresztül, egyszer, hogy éppen a nap az égre kerül. Hát a viradatnak legelső sugára, rásütött egyenest faluja tornyára. Szent Isten, hogy örült ennek János vitéz, az öröm szemébe könnycseppeket idéz. A madár is, mivel szörnyen elfáradt már, vele a föld felé mindinkább közel jár. Le is szállott végre egy halom tetején, alig tudott venni lélegzetet szegény. János leszállt róla, és magára hagyta, és ment, elmerülve mély gondolatokba. Nem hozok aranyat, nem hozok kincseket, de meghozom régi hűséges szívemet. És ez elég neked, drága szép Iluskám, tudom, hogy nehezen vársz te is már rám. Így gondolatokkal ért a falu végre, érintette fülét kocsiknak zörgése. Kocsiknak zörgése, hordóknak kongása, szüretre készült a falu lakossága. Nem figyelmezett ő szüretre menőkre, azok sem ismertek a megérkezőre. A falu hosszában ekép haladott a ház felé, ahol Iluskája lakott. A pitva rajtónál bereszketett keze, és mellében csak hogy el nem állt lélegzete. Benyitott végtére, de Iluska helyett látott a pitvarban idegen népeket. Tár rossz helyen járok, gondolta magában, és a kilincs megint volt már a markában. Kit keres kegyelmed? Nyájasan kérdezte János vitézt egy kis takaros menyecske. Elmondotta János, hogy kit és mit keres. Jaj, eszem a szívét, a naptól olyveres. Bizony-bizony alig, hogy reá ismértem.
szólott a menyecske meglepetésében. Jöjjön már, Beno, hogy az Isten áldja meg, oda benn majd aztán többet is beszélek. Bevezette Jánost, karszékbe ültette, s így folytatta ismét beszédét mellette. Ismere még engem? Nem ismer talán? Tudja, én vagyok az a kis szomszédleány. Itt Iluskáéknál gyakran megfordultam. Hanem hát beszéljen csak, Iluska hol van? Szavaiba vágott kérdezőleg János, a menyecske szeme könyvtől lett homályos. Hol van Iluska, hol? Felelt a menyecske. Szegény Jancsi bácsi, hát el van temetve. Jó, hogy nem állt János, hanem ült a széken, mert leragyott volna kínos érzésében. Nem tudott más tenni, a szívéhez kapott, mintha ki akarná tépni a bánatot. Így ült egy darabig némán meredve, azután szólt, mintha álmából ébredne. Mondjatok igazat, ugye, hogy férhez ment? Inkább legyen férnél, mintsem, hogy odalent. Akkor legalább még egyszer megláthatom, s édes lesz nekem a keserű jutalom. De a menyecskének orcáján láthatta, hogy nem volt hazugság előbbi szózata. Vége a 17. fejezetnek. 18. fejezet. János ráborult az asztal sarkára, s megeredt könnyének bőséges forrása. Amit mondott, csak úgy töredezve mondta. Elelakadt a nagy fájdalomtól hangja. Miért nem estem el háború zajában? Miért a tengerben sírom nem találtam? Miért, miért lettem a világra, miért? Ha így mennykőcsapás ilyen gyötrelemért. Kifáradt végre őt kínozni fájdalma, mintha munkájában elszenderült volna. Hogy halt meg galambom, mi baj lett halála? Kérdé, s a menyecske ezt felelte rája. Sok baja volt biza szegény teremtésnek, kivált mostohája kínzása töré meg, de meg is lakoltám érte a rossz pára, mert jutott ínséges koldusok botjára. Aztán meg magát is szörnyen emlegette. Jancsi bácsi, ez volt végső lehelete. Jancsikám, Jancsikám, az Isten áldjon meg. Más világon, ha még szeretsz, tied leszek. Ezek után kimúlt az árnyékvilágból. A temetőhelye nincsen innen távol. A falu népsége nagy számmal kísérte. Mindenki sérője könnyet ejtett érte. Kérelem szavára a szíves menyecske Jánost Iluskája sírjához vezette. Ottan vezetője őt magára hagyta. Lankadtan borult a kedves sírhalomra. Végig gondolta a régi szép időket, mikor még Iluska tiszta szíve égett. Szíve és orcája, s most a hideg földben, hervadtan, hidegen vannak mind a ketten. Leáldozott a nap piros verőfénye, halovány hold lépett a napnak helyébe. Szomorún nézett ki az őszi homályból, János eltántorgott kedvese hantjától. Még egyszer visszatért. A sírhalom felett egyszerű kis rózsabokor nevelkedett. Leszakította a virágszálat róla, elindult, s mentében magában így szóla. Kiporából nőttél, árva kis virágszál, légy hűséges társam vándorlásaimnál. Vándorlok, vándorlok a világ végeig, míg kívánt halálom napja megérkezik. Vége a 18. fejezetnek. 19. fejezet. János vitéznek volt útjában két társa. Egyik a búbánat, amely szívét rágta. Másik a kardja volt, bedugva hüvelybe. Ezt a törökvértől rozsdal méztette. Bizonytalan úton ezekkel vándorolt. Már sokszor telt, s fogyott a változékony hold. S váltott a téli föld szép tavaszi ruhát, mikor így szólítál meg szíve bánatát. Mikor unod már meg örökös munkádat? Te a kínozásban telhetetlen bánat, ha nem tudsz megölni, ne gyötör hiába. Eredj máshova, tán akadsz jobb tanyára. Látom, nem te vagy az, ki nekem halált hoz. Látom, a halálért kell fordulnom máshoz. Máshoz fordulok hát, ti viszontagságok. Óhajtott halálom tán ti meghozzátok. Ezeket gondolta, s elhagyta bánatát. Ez szívéhez vissza most már csak néha szállt. Hanem ismét eltűnt. Mert be volt az zárva, és csak egy könycseppet tett szeme pillájára. Utóbb a könnyel is végképp számot vetett, csupán magát vitte a megunt életet. Vitte, vitte, vitte egy sötét erdőbe, ott szekeret látott, amint belelépe. Fazekasé volt a szekér, melyet látott, kereke tengeig a nagy sárba vágott.
Ütötte lovait a fazekas szegény. A szekér azt mondta, nem mozdulok bizén. Adj Isten jó napot, szólott János vitéz. A fazekas rútul a szeme közé néz, és nagy bosszankodással ímezeket mondja. Nem nekem, van biz az ördögnek jó napja. Berossz kedvben vagyunk, felelt neki János. Hogyne, mikor ez az út olyan posványos. Nógatom lovamat már reggeltől kezdve, de csak úgy van, mintha le volna enyvezve. Segíthetünk azon, de mondja meg, Kent csak, ezen az úton itt vajon hová jutnak? Kérdé János vitéz egy útra mutatva, mely az erdőt jobbra végig hasította. Ezen az úton itt, de egyszerre ne menjen, nem madok egyebet, oda vesz különben. Óriások lakják ott azt a vidéket, nem jött ki még onnan, aki oda lépett. Felelt János vitéz. Bízza Kend az csak rám, mostan a szekérhez lássunk egymás után. Így szólott, aztán a rúd végét megkapta, és csak tréfa módra a sárból kiragadta. Volt a fazekasnak jó nagy szeme szája, de mégis kicsiny volt az álmélkodásra. Amire föleszmélt, hogy köszönjön szépen, János vitéz már jól benjárt az erdőben. János vitéz ment, és elért nem sokára az óriás földnek félelmes tájára. Egy vágtató patak folyt a határ mellett, hanem folyónak is jó formán beillett. A pataknál állt az óriás föld csősze, mikor János vitéz a szemébe néze. Oly magasra kellett emelnie fejét, mintha nézné holmi toronynak tetejét. Óriások csősze őt érkezni látta, s mintha mennykő volna, így dörgött reája. Ha jól látom, ott a fűben ember mocorog. Talpam úgy is viszket, várj, majd rád gázolok. De az óriás, amint rálépett volna, János feje fölött kardját föltartotta, belelépett a nagy kamasz, és elbődült, s hogy lábát fölkapta, a patakba szédült. Éppen úgy esett ez, amint csak kívántam. János vitéznek ez járt gondolatában. Amint ezt gondolta, szaladni is kezdett, és az óriás felett átmente a vizet. Az óriás még föl sem tápászkodhatott, amint János vitéz a túlpartra jutott. Átjutott, és neki suhintva szabjáját, végig metszette a csősznyak a csigáját. Nem kelt föl többé az óriások csősze, hogy a rábízottájt őrző szemmel nézze. Napfogyatkozás jött szeme világára, melynek elmúlását hasztalanul várta. Keresztül futott a patak vizetestén, veres lett hulláma vértől befestetvén. Hát Jánost mi érte, szerencse vagy ínség? Majd meghalljuk azt is, várjunk csak kicsinyjég. Vége a 19. fejezetnek. János vitéz, 20. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. János vitéz, írta Petőfi Sándor. 20. fejezet. János az erdőben mindig beljebb haladt, sokszor megállt a csodálkozás miatt, mert nem látott minden léptében nyomában olyat, amit látott Óriásországban. Volt ennek a tájnak sok akkora fája, hogy a tetejüket János nem is látta. Aztán olyan széles volt a fák levele, hogy szűrnek is untig elég volna fele. A szúnyogok itten akkorákra nőttek, hogy ökrök gyanánt is máshol elkelnének. Volt is mit aprítni János szabjájának, minthogy feléje nagy mennyiségben szálltak. Hát még meg a varjuk, hú azok voltak ám, látott egyet ülni egyik fasudarán, lehetett valami 2 mérföldre tőle, mégis akkora volt, hogy felhőnek vélte. Így ballagott János bámulva mód nélkül, egyszer előtte valami elsötétül. Az óriás király nagy fekete vára volt, ami sötéten szem előtt álla. Nem hazudok, de volt akkora kapuja, hogy bizén nem is tudom, hogy mekkora, csak hogy nagy volt bizaz, képzelni is lehet, az óriás király kicsit nem épített. Hát odaért János, s ekképp elmélkedék. A külsejét látom, megnézem belsejét. És nem törődve azon, hogy majd megugratják, megnyitotta a nagy palotta ajtaját. Noha nem hisz ugyan, volt is mit látnia. Ebédelt a király, s tudj Isten hány fia. Hanem mit ebédelt, ki nem találjátok. Gondolnátok-e mit? Csupa kősziklákat. Mikor János vitéz a házba belépett, nemigen kívánta meg ezt az ebédet. De az óriások jó szívű királya az ebéddel őt így szépen megkínálta.
Ha már itt vagy, jössz te és ebédelj velünk. Ha nem nyelsz kősziklát, mi majd téged nyelünk. Fogadd el különben száraz ebédünket, ízről porrá morzsolt testeddel sózzuk meg. Az óriás király ezt nem úgy mondotta, hogy János tréfára gondolhatta volna. Hát egész készséggel ilyen szókkal felelt. Megvallom, nem szoktam még meg ezt az eledelt. De ha kívánjátok, megteszem, miért ne? Társaságotokba beállok ebédre. Csupán egyre kérlek, s azt megtehetitek. Számomra előbb kis darabot törjetek. Letört a sziklából valami 5 fontot a király, s amellett így szavakat mondott. Nesze, Galuskának elég lesz a darab, aztán gombócot kapsz, ha nem összeharabd. Harapott bizony te a kínos napodat, de fogadom, bele is törik a fogad. Kiáltott fel János haragos beszéddel, s meglódította a követ jobb kezével. A kő úgy a király homlokához koppant, hogy az agyveleje azonnal kilocsant. Így hív meg máskor is kőszikla a bédre, szólt s kacagott János, ráfort a gégédre. S az óriások elszomorodának, keserves halálán a szegény királynak, s szomorúságokban elfakadtak sírva. Minden csepp könnyök egy dézsa víz lett volna. A legöregebbik szólt János vitézhez, urunk és királyunk, kegyelmez, kegyelmez, mert mi téged íme királynak fogadunk, csak ne bánts minket is, jobb ágyaid vagyunk. Amit bátyánk mondott, közös akaratunk, csak ne bánts minket is, jobb ágyaid vagyunk. A többi óriás eképen esengett, fogadj el örökös jobb ágyidul minket. Felelt János vitéz, elfogadom tehát egy kikötéssel a kentek ajánlatát. Én itt nem maradok, mert tovább kell mennem. Itt hagyok valakit királynak helyettem. Már akárki lesz is, az mindegy én nekem. Kentektől csupán ezt egyet követelem. Amidőn a szükség úgy hozza magával, nálam teremjenek kentek teljes számmal. Vidd kegyelmes urunk magaddal a sípot, s ott leszünk, mi helyest jobb ágyidat hívod. Az öreg óriás ezeket mondotta, s János vitéznek a sípot általatta. János bedugta a sípot tarsójába, kevélyen gondolva nagy diadalmára, és számos szerencse kívánások között az óriásoktól aztán elköltözött. Vége a 20. fejezetnek. 21. fejezet. Nem bizonyos, mennyi ideig haladott, de annyi bizonyos, mennél tovább jutott, annál sötétebb lett előtte a világ, s egyszerre csak annyit vesz észre, hogy nem lát. Éj van-e, vagy szemem világa veszett ki? János vitéz ekképp kezdett gondolkodni. Nem volt éj, nem veszett ki szeme világa, hanem hogy ez volt a sötétség országa. Nem sütött az égen itt sem nap, sem csillag. János vitéz csak úgy tapogatva ballag. Néha feje fölött elreppent valami, szánsuhogás formát lehetett hallani. Nem szánsuhogás volt az tulajdonképpen, boszorkányok szálltak arra seprőnyélen. Boszorkányoknak a sötétség országa rég ideje a, hogy birtoka, tanyája. Országgyűlését ők elmök itt tartanak, éjfél idejében ide lovaglanak. Most is gyülekeznek országgyűlésére, a sötét tartomány kellő közepére. Egy mélységes barlang fogadta be őket, a barlang közepén üst alatt tűz égett. Ajtónyílásakor meglátta a tüzet János vitéz, s annak irányán sietett. Mikor János vitéz odaért, valának egybe gyülekezve mind a boszorkányok. Halkan lábújhegyen a kulcsukhoz mene, furcsa dolgokon is akadt meg a szeme. A sok vén szipirtyóben csak úgy hemzsegett. Hánytak a nagyüstbe békát, patkányfejet, akasztófa tövén nőtt füvet, virágot, macskafarkat, kígyót, emberkoponyákat. De ki tudná sorra mind előszámlálni, csak hogy János mindjárt átkezdette látni, hogy a barlang nem más, mint boszorkánytanya. Erre egy gondolat agyán átvillana. Tarsójához nyúlt, hogy sípját elővegye, az óriásoknak, hogy jöjjön serege. Ha nem megakadt a keze valamiben, közelebb vizsgálta, s látta, hogy mi legyen. A seprők voltak ott egymás mellé rakva, miken a boszorkány nép odalovagla. Fölnyalábolta, és messzire elhordá, hogy a boszorkányok ne akadjanak rá. Ekkor visszatért, és sípjával füttyentett, és az óriások rögtön megjelentek. Rajta törjetek be szaporán legények, parancsolja János, s azok betörének. Nohic keletkezett cifra zenebona,
A boszorkánysereg gyorsan kirohana. Keresték a seprőt kétségbeeséssel, de nem találták, s így nem repülhettek el. Az óriások sem pihentek az alatt, mindenikök egy-egy boszorkány megragadt, s úgy vágta a földhöz dühös haragjába, hogy széjjel lapultak lepények módjára. Legnevezetesebb a dologban az volt, hogy valahányszor egy-egy boszorka megholt, mindannyiszor osztott az égnek homája, s derült lassanként a sötétség országa. Már csak nem egészen nap volt a vidéken, az utolsó banya volt a soron éppen. Kire ismert János ebbe a banyába? Hát Iluskájának mostoha anyjára. De, kiáltott János, ezt magam döngetem, s óriás kezéből kivette hirtelen. Hanem a boszorkány kicsusszant Markából, utcú szaladni kezd, és volt már jó távol. A keserves volt, tehát rugaszkodj utána, kiáltott most János egyik óriásra. Szót fogadott ez, és a banyát elkapta, és a levegőbe magasra hajította. Így találták meg az utolsó boszorkányt halva János vitéz faluja határán, s minthogy minden ember gyűlölte, utálta, még csak a varjú sem károgott utána. Sötétség országa kiderült végképpen, örökös homálynak napfény lett helyében. János vitéz pedig rakatott nagy tüzet, a tűz minden seprőt hamuvá égetett. Az óriásoktól azután búcsút vett, szívükre kötvén a jobbágyi hűséget, ezek ígérték, hogy hűségesek lesznek, s János vitéz jobbra, és ők balra mentek. Vége a 21. fejezetnek. 22. fejezet. Vándorolgatott az én János vitézem, meggyógyult már szíve a bútól egészen, mert mikor keblén a rózsaszára nézett, nem volt az többé bú, amit akkor érzett. Ott állott a rózsa mellére akasztva, melyet Iluskája sírjáról szakaszta. Valami édesség volt érezésében, ha János elmerült annak nézésében. Így ballagott egyszer, a nap lehanyatlott, hagyva maga után piros alkonyatot. A piros alkony is eltűnt a világról, követve fogyóhold sárga világától. János még ballagott, amint a hold leszállt, ő fáradottan a sötétségben megállt, s valami halomra fejét lehajtotta, hogy fáradalmát az ében kinyugodja. Ledölt, el is aludt, észre nem is véve, hogy nem nyugszik máshol, hanem temetőbe. Temetőhely volt ez, ócska temetőhely, harcoltak hantjai a rontó idővel. Mikor az éjfélnek jött rémes órája, a száját mindenig sírhalom feltátja, s fehér lepedőben halvány kísértetek a sírok torkából felemelkedtenek. Táncot és éneket kezdettek meg legott, lábok alatt a föld reszketve dobogott, hanem János vitéz álmai közepet sem ének szóra, sem táncra nem ébredett. Amint egy kísértetőt megpillantotta, ember, élő ember, e szót kiáltotta. Kapjuk fel, vigyük el, miért olyan vakmerő, tartományunkba belépni miképp merő? És oda suhantak mind a kísértetek, és körülötte már karrét képeztenek, és nyúltak utána, de a kakas szólal, s a kísértet mind eltűnt a kakas szóval. János is felébredt a kakas szavára, testét a hidegtől borzadás átjárta, csipős szél lengette a síri füveket, lábra szedte magát, s útra kerekedett. Vége a 22. fejezetnek. János vitéz, 23. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Meilinger Diana. János vitéz, írta Petőfi Sándor. 23. fejezet. János vitéz egy nagy hegy tetején jára, hogy a kelő hajnal rásütött arcára. Gyönyörűséges volt, amit ekkor látott, meg is állt, hogy körülnézze a világot. Haldokló félben volt a hajnali csillag, halovány sugára már csak alig csillog. Mint gyorsan kiröppent fohász, eltűnt végre, mikor a fényes nap föllépett az égre. Föllépett aranyos szekeren ragyogva, nyájasan nézett a sík tengerhabokra. Mik úgy tetszett, mintha még szenderegnének, elfoglalva térét a végtelenségnek. Nem mozdult a tenger, de ficánk dosztanak, sima hátán néha apró tarka halak.
s ha napsugár érte pikkelyes testöket, tündöklő gyémánnak fényeként reszketett. A tengerparton kis halászkunyhó álla, öreg volt a halász, tért ígért szakálla. Éppen mostan akart hálót vetni vízbe, János odament, és tőle ezt kérdezte. Ha szépen megkérem Kendet, öreg bátya, átszállít engem tenger más partjára. Örömest fizetnék, hanem nincsen pénzem. Tegye meg Kend ingyen, köszönettel vészem. Fiam, ha volna, sem kéne pénzed nékem, felelt a jó öreg nyájasan, szelíden. Megtermi mindenkor a tenger mélysége, ami kevésre van éltemnek szüksége. De micsoda járat vetett téged ide? Az óperenciás tengerez, tudod-e? Azért semmi áron által nem vihetlek, se vége, se hossza ennek a tengernek. Az óperenciás? Kiáltott fel János. Annál inkább vagyok hát kíváncsiságos. De már így átmegyek, akárhova jutok. Van még egy mód hátra, a sípomba fúvok. És megfújt a sípját. A sípnak szavára egy óriás mindjárt előtte is álla. Át tudsz-e gázolni ezen a tengeren? Kérdi János vitéz, gázolj által velem. Át tudok-e? Szól az óriás és nevet. Meghiszem azt, foglalja vállamon helyet. Ígyni, most kapaszkodj meg jól a hajamba. És már meg is indult, amint ezt kimondta. Vége a 23. fejezetnek. 24. fejezet. Vitte az óriás János vitézünket, nagy lába egyszerre fél mérföldet lépett. 3 hétig vitte szörnyű sebességgel, de a túlsó partot csak nem érhették el. Egyszer a távolság kékkellő ködében Jánosnak valami akadt meg szemében. Nini, ott már a part, szólt meg örvendezve. Bizaz csak egy sziget, felelt, aki vitte. János ezt kérdezte, és micsoda sziget? Tündérország, róla hallhattál eleget. Tündérország, ott van a világnak vége, a tenger azon túl tűnik semmiségbe. Vigy hát oda engem, hűséges jobbágyom, mert én azt meglátni fölötte kívánom. Elvihetlek, felelt az óriás neki, de ott életedet veszély fenyegeti. Nem olyan könnyű ám a bejárás oda, őrizi kapuját sok iszonyú csoda. Ne gondolj te azzal, csak vigy el odáig, hogy bemehetek-e vagy nem, majd elválik. Szófogadásra így inté az óriást, aki tovább nem is tett semmi kifogást, hanem vitte őtet és a partra tette, és azután útját visszafelé vette. Vége a 24. fejezetnek. 25. fejezet. Tündérország első kapuját őrzötte, félrőfös körmökkel 3 szilajmedve, de fáradtságosan János keze által mind a 3 medve egy lett a halállal. Ez elég lesz mára, János ezt gondolta, nagy munkája után egy padon nyugodva. Ma ezen a helyen kissé megpihenek, holnap egy kapuval ismét beljebb megyek. És amint gondolta, akképp cselekedett, második kapuhoz másnap közeledett, de itt már keményebb munka vártám rája, itt őrzőnek 3 vadorosztán álla. Hát neki gyürkőzik, a fenevadakra ráront hatalmasan kardját villogtatva. Védelmezték azok csúnyául magokat, de csak mind a 3 élete megszakadt. Igen, feltüzelte ez a győzedelem, azért, mint tennap, most még csak meg sem pihen. De letörölve a sűrű verítéket, a 3. kapu közelébe lépett. Uram, ne hagyj el, itt voltam szörnyű strázsa. Vért jéggé fagyasztó volt rémes látása. Egy nagy sárkány kígyó állt itt a kapuban, elnyelne 6 ökröt, akkora szája van. Bátorság dolgában helyén állott János, találós ész sem volt ő nála hiányos. Látta, hogy kardjával nem boldogul itten, más módot keresett hát, hogy bemehessen. A sárkány kígyó nagy száját feltátotta, hogy Jánost egyszerre szerte szétharapja. S mit tesz ez a dolog ilyen állásába? Hirtelen beugrik a sárkány torkába. Sárkány derekában kereste a szívet, ráakadt és bele kardvasat merített. A sárkány azonnal széjjel terpeszkedett, s kinyögte magából a megtört életet. Hely János vitéznek került sok bajába, még lyukat fúrhatott sárkány oldalába. Végtére kifúrta, belőle kimászott, kaput nyit, és látja szép Tündérországot. Vége a 25. fejezetnek.
26. fejezet. Tündérországban csak híresincset élnek, ott örökös tavasz pompájában élnek. S nincsen ott napkelte, naplenyugovása, örökös hajnalnak játszik pirossága. Benne tündérfiak és tündérleányok halált nem ismerve élnek boldogságnak. Nem szükséges nekik sem étel, sem ital, élnek a szerelem édes csókjaival. Nem sírott a bánat, de a nagy örömtől gyakran a tündérek szeméből könygördül. Leszivárog a könny a föld mélységébe, és ennek méhében gyémánt lesz belőle. Szőke tündérjányok sárga hajaikat szálanként keresztül húzzák a föld alatt. E szálakból válik az aranynak érce, kincsleső emberek nem kis örömére. A tündérgyerekek ott szivárványt fonnak, szemsugarából a tündérleányoknak. Mikor a szivárványt jó hosszúra fonták, ékesítik vele a felhőség boltját. Van a tündéreknek virágnyoszolyája, örömtől ittasan heverésznek rája. Illatterhes szellők lanyha fuvallatja, őket a nyoszolyán álomba ringatja. És amely világot álmaikban látnak, tündérország még csak árnya a világnak. Ha a földi ember először jánytől el, ennek az álomnak gyönyöre tölti el. Vége a 26. fejezetnek. 27. fejezet. Hogy belépett János vitéz az országba, mindent, amit látott, csodálkozva láta. A rózsaszín fénytől kápráztak szemei, alig hogy merészelt körültekinteni. Meg nem futamodtak tőle a tündérek, gyermekszelítséggel hozzá közelgének. Illették őt nyájas, enyelgő beszéddel, és a szigetbe őt mélyen vezették el. Amint János vitéz mindent megszemléle, s végtére álmából mintegy föleszméle, kétségbeesés szállt szívének tájára, mert eszébe jutott kedves Iluskája. Itt hát, hol országa van a szerelemnek, az életen által én egyedül menjek? Amerre tekintek, azt mutassa minden, hogy boldogság csak az én szívemben nincsen. Tündérországnak egy tó állott közepén, János vitéz búsan annak partjára mén, s a rózsát, mely sírján termett kedvesének, levette kebléről, s ekép szólítá meg. Te egyetlen kincsem, hanva kedvesemnek, mutasd meg az utat, én is majd követlek. S beveti a rózsát a tónak habjába, nem sok híja volt, hogy ő is ment utána. De csodák csodája, mit látott, látta Iluskává válni a virágot. Eszeveszettséggel rohant a habokba, s a föltámadt leányt kiszabadította. Hát az életvize volt ez a tó itten, mindent föltámasztó, ahová csak cseppen. Iluska porából nőtt ki az a rózsa, így halottaiból őt feltámasztotta. Mindent el tudnék én beszélni ékesen, csak János vitéznek akkori kedvét nem. Mikor Iluskáját a vízből kihozta, s régszomjas ajakán égett első csókja. De szép volt Iluska. A tündérleányok gyönyörködő szemmel mind rá bámulának. Őt királynéjoknak meg is választották, a tündérfiak meg Jánost királyokká. A tündérnemzetség gyönyörű körében, s kedves Iluskája szerető ölében, mai napig János vitéz ő kegyelme, szép tündérországnak boldog fejedelme. Vége a 27. fejezetnek. Vége a János vitéznek. Írta Petőfi Sándor.